Fogjam? Aha, fogod. Itt vagyok, vezetem. Gyere, gyere. Szia, Vencus, gyere te is. Mindenki óvatosan, jó? Na, mert. Sziasztok! Szevasztok! Ez egy abszolút nem tervezett epizód. Tulajdonképpen mi mindig a nektek szól. Kapszula vadász külön széria. Hatalmas hullámok. Hatalmas. Ne sírj, viszont. Ide jönni a hullám. Mondjuk el. Gyere, gyors. Szóval, azt szerettük volna mondani, hogy elképesztően hálásak vagyunk a reakciótokra. Micivel nem tudunk így beszélni, Mici! Létrehoztuk ezt a kapszulavadászok@gmail.com e-mail címet, amire ugye kértük, hogy küldjétek el azokat a videókat, amiket... De van! Még nem jön a dagály, Nyugi, jön! A dagály az csak gyorsan. Később jön, lehet. És hát igazából főleg a pál, de én is napok óta semmi más nem csinálunk, mint így... Csak pislogunk. Pislogunk, igen, és ámulunk és bámulunk, hogy mennyire fantasztikusak vagytok, hogy mennyire elképesztő erők mozdultak meg, hogy hányan indultak el kapszulát vadászni. Elképesztő. Hogy mennyire elszálltak voltatok, hogy milyen korán... Konkrétan szörnyű, rossz... Mici. Indulás. Mert akkor... Tehát már nem tudom, hol tartottuk. Azok is, akik egyébként nem találtak semmit, nem haragudtatok meg, hogy nektek ti lekéstetek róla, hanem egész egyszerűen csak élveztétek magát a játékot, az, amiről lesz szól tulajdonképpen. Kimozdultatok, és egy csomó szenzációs felvételt küldtetek nekünk. Igen, hogy milyen jó kaland volt, ezt kértetek nagyon sokan, hogy egy csomó ember összegyűlt ugye, a világ, vagy az ország legeldugottabb kis szegletében is. Ugye Mocsa, Csikván... Azt hiszem, hogy nincs több időnk most erre, akkor ezt mondogassuk. Úgyhogy most fogadjátok sok szeretettel azt a kis összefoglalót, amit a kapszula vadászatról készítettünk, de tulajdonképpen ti készítettétek, mert a ti filmjeitekből állítottuk össze. És köszönjük! Ez köszönjük. A mi hálán azért, hogy ennyire lelkesek voltatok, és egy dolgot megígérhetünk, lesz még kapszula vadászat, és most, hogy láttuk, hogy ez ennyi embert izgat és érdekel, még nehezebb feladatok elé fogunk majd állítani titeket, még fifikásabb dolgokat fogunk kitalálni, úgyhogy lesz izgalom bőven, dolgozzunk rajta már, most elkezdünk agyalni. Jó szórakozás! Sziasztok! Na, sziasztok! 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 Mi vagyunk a borsos házas pár. Sziasztok! Bocsánat, de nem bírtam. Végre felkerült a videó, gyorsan el is indultunk kapszulát vadászni. Nagyon izgulunk, hogy mi legyünk az elsők, akik odaérnek. Jó! Szurkoljátok! Na, sziasztok! Engem Nikinek hívnak, és Mocsán keresem a kapszulát lázasan. Na, sziasztok! Most megyünk a kapszuláért. Oké. Okay. Na, sziasztok! Kis Norbert vagyok, és itt van a párom, Ali Bernadett. Most megyünk a kapszuláért, és reméljük, hogy megtaláljuk amúgy. Én már leszálltam a villamosról. Mindig nézlek titeket, és egyre izgalmasabb ez az egész. Én már tiszta homok vagyok. Izgatottság van bennem, és amúgy ez tök jó szó, ez a kapszula vadászat egyébként szerintem, mert ez tényleg most olyan hú, izgi vadászat. És nagyon remélem, hogy mi fogjuk megtalálni elsőnek. És azért lihegünk ennyire? Mert a Kecskeméten a dombról néztük élőben a videótokat. Onnan rohantunk biciklivel hazáig, hogy aztán utána kocsiba pattanjunk. Menjünk már! És menjünk a kapszuláért, úgyhogy... Nagyon nagy a forgalom, nem engedem el a gyalogos kocsit. Elindultunk Hevesre. De már fél órája fenn van a videó Budapestről. Nem tudjuk, hogy sikerülni fog-e, de megpróbáljuk. Lehet hányni fogok. A örültség, de mi van, mégis mi találjuk meg? Elindultunk megkeresni a hevesi kapszulát, illetve a heves utáni kapszulát. Nagyon izgulunk, hogy hát, ha mi találjuk meg majd elsőnek aztán. Minden egyes videótokat nézem. Imádkoztam, hogy rejtsetek el itt is kapszulát. Reméljük a katalótápiák nem buzgóbbak. Menjél, menjél, ne nézzél! Baj, ha megkitaláljuk, akkor is itt esett ez a videó. Basszus kulcs. Belváros.
Mi vasúti átjáró katonatelepen. Igen. Hol van ott vasúti átjáró? Ahó, elindultam a kapszulavadászatra, hogy úgy vagyok még úton, hogy közben az autóban nézem a videót, de már a Bálna terasz felé tartok. Megyünk Mocsára a határba a elhelyezett kapszulátokért. Igen. Mindjárt éjfél, de mi elszántan elindultunk. Három gyereket hagytuk otthon a mamára. Ha alszanak, nincs velük semmi probléma, úgyhogy sietünk, megjárjuk hamar. Reméljük tényleg nem vittek el, mert most nagyot kockáztatunk. Most indulunk Bécsből Tatára, Dórával, Szebikével, meg Zolival. Indulhat a kapszulavadászat. Elindultunk a kapszulavadászatra Dunaszekcső felé. Ugye Máté? És nagyon izgalmas. Nagyon fontos meccset hagytunk ott emiatt, és reméljük, hogy mi találjuk meg. Bocsi, a káromkodás, vágjátok ki. Ne haragudjatok, csak nagyon-nagyon szeretnénk mi megtalálni. Olyan jó, hogy erre jöttetek el amúgy. Igen, mert pont Rába Szent Andráson voltunk egy meccsen. De amúgy pápaiak vagyunk. Amúgy pápaiak vagyunk. Köszi, Nóri, hogy nem azt mondtad, hogy győr fele. Igen, és nagyon izgulok. Úgy izgulok, te is, Manó? Te is. Apa, te is izgulsz? Még nem. De még nem. Csak itt pöcsölnek előttünk. Ilyen szót nem mondjál. Ez van. Konkrétan borsódzik a hátam, hogy megtalálom-e vagy sem. A két kis maszatkámmal indultam útra. Annyira nem volt egyértelmű számomra, de amint meghallottam, hogy Mocsa már is útra keltünk, se baj, hogy fürdésidő van, se baj, hogy nem sokára alszik a pici. Kapszula az kapszula. Tényleg nagyon izgatott vagyok, és várom azt a bizonyos villanyoszlopot. Képzeljétek, a nővérem most hívott Szegedről, hogy Nóriék elrejtettek Füzesabonyba egy ilyen kapszulát, és mivel mi kedveljük őket, ezért rábeszéltük anyát, és most elindultunk Egerből 120-szal, de ezt nem mondjátok el a rendőröknek, Füzesabonyba. Mi vagyunk a kapszulavadászok! Nagyon várjuk, hogy fent legyen a videó. Én meg itt folyamatosan frissítgetem a YouTube-ot, hogy mikor rakjátok fel. Megnéztük a videót, és itt van a kisfiam, 9 hónapos, azt hiszem, hogy a legfiatalabb kapszulavadász. Én most a Fővám téren vagyok, Bettikem. Nem tudom, hogy hol van, nagyon ideges vagyok, hogy fogalmam sincs. Ahogy felszálltam a villamosra, jelentkezni fogok. Sziasztok, Nóri, éppen keresem a kapszulát. Remélem, hogy megtalálom. Még egy fél óra és felteszitek az új videó, de már itt vagyok egy 10 perce nézelődök, hogy hol lehet, melyik bokorban, vagy melyik kis kavics alatt itt a Lánási templom kertbe. Igazából elég kellemetlen, mert kurva sokan néznek, hogy én most mit csinálok. De semmi van, de igazából a kapszuláért mindent. Nagyon-nagyon-nagyon izgulok. Hihetetlenül izgalmas amúgy, hogy van Lánási éklánáson. Amikor meghallottam a videó utolsó percében, kirázott a hideg. Tatán voltunk eddig, azt hittük, hogy oda rejtettétek el, de most ezerrel sietünk Mocsára. A fiúk pacáznak, úgyhogy ez csajos vadászat lesz, és levikés. Elhagytunk kocsot. Édesanyám vezet, maga az élvezet, Levike pedig dallal kíséri utunkat. Most jöttünk megkeresni a kapszulát. Te megnézted amúgy a 360 fokosat? Nem, az még nem volt ki. Nagyon izgulunk. Tök sokan vannak itt. Felkeltettem, hogy hát mi lenne, hogyha elmennénk. Természetesen megkérdezte, hogy mikor. Én rávágtam, hogy most. És azt mondta, hogy jó, induljunk, úgyhogy... Tehát irány? Mocsa. Mocsa! Most ne üssek el senkit. Indulj, indulj, indulj. De itt van... Miért fékezel egy madár miatt? Jaj! Reméljük itt előttünk nem a kapszulái mennek. Jönk Heveshez és nagyon izgulunk. Reméljük, hogy mi találjuk meg először. Egyszerre két telefonon nézzük, hogy mit mondtok. Megérkeztünk Mocsára, itt Mocsa Világ City, és már nagyon sokan vannak, de annak ellenére, hogy Bécsből jövünk, azért nincsen olyan nap. Megérkeztem a Petőfi hídhoz, pillanatokon belül oda fogok érni, sietek. Elfáradtam. Van mobil neted?
nánás jég, és akkor nézd már meg azt a videót, amit elkezdte mutatják, az apukájával jött a Pali. Az nem reklám, így indul, mert a Samsung támogatja őket. Még egyszer pörgess vissza, hogy honnan érkezik be katona telepre. Ott vannak, látod, keresik meg. Nagyon izgalmas, képzeljétek el, azt gondoltam, hogy itt senki, de tényleg senki nem fogja keresni a kapszulát. Találkoztam egy párral is, akik egyébként Tatáról jöttek, de azért jöttek át ide, mert hogy ott biztosan nagyon sokan lesznek. Teljesen ki vagyok, a kisfiam pedig nem élvezi a kapszulavadászatot, de nem adjuk fel. Itt Mocsánál nagyon nagy a harc a kapszuláért. Mögöttünk jöttek konkrétan a seggünkbe, és a mozgó autóból ugrott. Itt menjünk, igen. Itt ez a fehér kerítés, ezt megismerem. És ott vannak már hárman. Nézem a fűcsomót, a letaposott füvet, és itt nincs. Megvan! De jó neked! Legalább összehozza az embereket a kapszula keresőt. Nem tudom, de fasz meg! Itt is van egy! Már megtalálták! Ó, basszus! Kitalálta meg! Mi? No. Megvan! Ne! Sajnos nem mi találtuk meg, de a tudósító szerepét azt elnyertük, mert akárki jött, mindenkinek mi mondtuk el a... Szóval igen, rengeteg autó volt. Ennyi ember szerintem itt még soha nem és volt. Képzeljétek el, aki ebbe az utcába lakik csaj, mire kijött, már akkor nem volt meg. Már akkor nem volt meg. Úgyhogy ez esélytelen volt. De azért köszönjük, de azért jó volt. De sajnos... Nagyon úgy tűnik, hogy megelőztek minket, de nem lett meg. Sajnos. Valaki megelőzött minket. Hát nagyon szomorúak voltunk. Igen, földön kerestük igazából. Sajnos nem találtam el a kapszulát. De amúgy jó volt, tehát nem vagyok annyira szomorúak. De én az vagyok, én nagyon szomorú. Ismét a borsos házas pár jelentkezik. Kicsit csalódottak vagyunk, 0 óra 14 perc van. Hát nagyon sajnáljuk, mi megtettünk mindent. Nagyon hamar történt ez az egész, úgyhogy reméljük legközelebb gyorsabbak leszünk. Lemaradtunk róla, későn néztük meg a YouTube-on a videót. Legközelebb reméljük gyorsabbak leszünk, mert nagyon szerettünk volna veletek találkozni. Mindig nézünk titeket, nagyon szeretünk titeket. Micikét és Vencikét is, úgyhogy... Talán legközelebb. Végem van. Végig szaladtunk a falu, de nem mi találtuk meg a kapszulát. Nagyon-nagyon szomorú vagyok, de gratulálok annak, aki Mocsának megtalálta a kapszulát. Mi elindultunk megkeresni a kapszulát, de sajnos már nem volt itt, és nem találtuk meg. Pedig nagyon örültünk volna neki, ha találkozhatunk veletek. Na sziasztok! Időközben hazaértem. 19 óra 50 van. Mindenki nagyon lelkes volt egyébként, aki jött, és aztán mindenki nagyon szomorú lett, amikor nem ő találta meg ezt a kapszulát, de természetesen gratuláltunk a lánynak, aki megtalálta, oda mentünk, mi is megnéztük, hogy mi van benne, és aztán mindenki elindult szomorúan haza, volt, aki egyébként meg akkor ért oda, amikor mi elindultunk. Ilyen kis kirándulásnak, kalandnak egyébként szuper volt, úgyhogy köszönöm az élményt, nagyon elfáradtam egyébként, és hát jobb lett volna, ha nálam... És hát, hogy én szerzem meg ezt a kapszulát, de mindenki ugyanúgy küzdött érte, úgyhogy gratulálok. Anya, bár nem mi találtuk meg a kapszulát, de hivatalosan is kapszulavadászok lettünk. Hát, igen.
Szíves, legközelebb is jön, rejtsetek el kapszulát. Nem, és szomorú vagyok. Na gyere, kis Manó. Gyere. Köszönöm, hogy elvittél. Szívesen. Nem is látszom, gyere ide. Így látszom. Köszönöm. Sziasztok! Sziasztok! Itt vagyunk Duna Section. Megtaláltuk a kapszulát. Megtaláltuk! Az integessetek ti is. Hello! A löszfalban. Kemény áború volt, de megvívtuk. Megpillantottam az egyik kis lukba. És hát meglett. Elég nehéz volt kivenni a helyéről, de kisebb sérülésekkel, de sikerült. Úgyhogy megvan. Köszönjük szépen! Köszönjük! Találkozunk 5. hó 1-én. Sziasztok! 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 Kanda Eszter vagyok. Én és az anyukám találtuk meg közösen a hajdunálási kapszulát. Ültetek az autóban is. És kimondtátok, hogy hajdunálás, hát akkor csörögtem anyukámnak, hogy anya, nem tudom, hogy hol vagy. Nagyon gyorsan menj el a templomkertbe, van egy kis feladatunk. Mondja a telefonban, hogy megvan, itt van. Megtaláltam, és én se hittem el, és szerintem ő se, hogy mi találtuk meg. Én mindenképpen ott leszek május 1-én. Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönjük a lehetőséget. Akkor hamarosan találkozunk. Sziasztok, kedves nánásék, kedves nézők! Én Petra vagyok, ő pedig itt Zara. Pesti kapszulának a megtalálói. Sajnos élőben nem tudtam ezt felvenni, mert azt se tudtam, hogy mi történik. Péntek reggel ugyanis kijöttünk a szokásos reggeli sétánkra, és Zara, mint jól nevelt kutya, mostanában nem ment se kukázni, se bokor alá, de most valamiért úgy gondolta, a guztustalan fúj bokorba be kell mennie. Annyira nem voltam boldog, ugyanis már 2 hónapja kutyaiskolába járunk. Írgum-burgumok közepette kihívtam őt a bokorból, és először be se néztem alá, sétáltunk tovább, majd utána megint visszajött. Akkor már elég mérges voltam rá, és visszajöttem benézni, hogy mi van alatta, ami ennyire érdekli. Legnagyobb meglepetésemre egy kapszula volt itt, amiről ugye én még nem tudtam, hogy van ilyen vadászat, mert a Nóriék még nem hirdették ki. Úgyhogy először körbenéztem, hogy hiányzik-e ez itt valakinek. Meg is mutatok, itt van nálam. Majd bementem vele, és bent pedig, mint rendes orvostanhallgató, gumikesztyűt húztam, ugyanis féltem, hogy egyrészt ez mérgező esetleg, másrészt, ha törvénytelen dolgot csinálok, ne legyen rajta az ujjlenyomatom. És amikor kinyitottam, akkor láttam meg, hogy ez egy kapszula, és a Nóriék levelét megtaláltam benne, aminek nagyon örültem. Úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget, Nóri, fel, hogy elmehetünk hozzátok. És nagyon sajnálom, kedves többi kapszulavadász, hogy Zara tulajdonképpen így idő előtt ezt a kapszulát megtalálta, és elvettük tőletek a keresés lehetőségét. Sziasztok! Gratulálunk, ha megtaláltatok az egyik kapszulánkat, ugyan a Samsung Galaxy S9-es készülék nem ebből lapul, de reméljük nem vagytok csalódottak, de hogy is. Írjatok! Sziasztok! Most már tudok videót készíteni, mert idáig ültem a kocsiban. Én találtam meg a mocsai kapszulát, úgyhogy eltévedtem, rossz helyre mentem, előttem már 100-an ott vártak, mindenki csapatostul, én tök egyedül. Próbáltam meg megtalálni, nem sikerült, kutattam, kerestem minden, de mindenki, aki ott volt, rengeteg ember, de nagyon jó fejek voltak, mindenki mondta, hogy aki megtalálja, sikítson, hadd nézzük meg, mit tudom én. És egy hirtelen ötlettől vezérelve egy lámpa oszlop tövében lenéztem, és azt hittem, hogy ez egy kis üveg eldobva,
és mondom, de hát ezen van egy pecsét. És azzal a lendülettel felkaptam, illetve hát kiástam, egy kicsit meg is sérültem, de nem baj. És beszálltam egyedül, egymagam, a csapatok ellen, mindenki ellen, aki ott volt már előttem fél órával, vagy nem tudom mennyivel. Úgyhogy most megyek haza, a férjem azt mondta, hogy kapszula nélkül haza se gyere. Ott hagytam gyereket, kutyát, férjet, főzést, mindent. Hú, srácok, én az államvizsgámon nem izgultam ennyire, mint most ezen a kapszula dolgon. Én írtózatosan hálás vagyok, hogy ti ezt megcsináltátok. Ilyen izgalomban nem volt részem, szerintem még életemben soha. Itt a kapszula kibontva félig, mert ide raktam magam mellé a kocsiba, de maga ez az élmény, hogy megkereshettem a kapszulátokat, a Mici rajza, ha a Mici rajzolta, ha a Venci, akkor a Venci, teljesen mindegy, a kép, ami benne van, az élmény elképesztő, szóval nagyon-nagyon köszönöm szépen nektek ezt. Sziasztok! A német keri kapszulát mi találtuk meg, nézzük, mi van benne. Egy csomó szúnyog társaságban. Nos. Egy fénykép Nóriról és a közjegyzőről. Egy rajz. Gratulálunk. A telefon sajnos nem ebben van, de örülünk, hogy megtaláltuk a kapszulát. Sziasztok! Sziasztok! Nagyon boldog vagyok. Ügyes vagy. Ja. Már úton vagyunk hazafele, éppen Pakson járunk. És a szerelmem még mindig nem tér magához. Itt vagyunk Csikmád határában. Rengeteg eljöttek, de mi megtaláltuk. Itt van. Megtaláltuk. Szuper. Megtaláltátok az egyik kapszulát, ugyan a Samsung Galaxy S9-es készülék nem ebben lakult, de reméljük nem vettek csalódottak, írjatok nekünk. Jákiményes ügyvezetőt keresni, várjuk titeket szeretettel, Nóri és Pali. Szuper, köszönjük! Sziasztok, megtaláltuk az Eltányi táblánál levő kapszulát, ezzel a párral versenyeztünk, pár méterrel hamarabb értünk mi ide. Egy kicsit gyorsabb volt, sajnos, de futottam. Budapestről érkeztek ők is. Úgyhogy éljen, megvan az Eltányi. Köszönjük szépen a lehetőséget. Körülbelül egy 5 méterrel elősztem meg őket, a párom lelassított, kiugrottam a kocsiból és futottam. Ebbe van a telefon. Ez Attila. Érdemel lesz az ővé a telefon. Nagyon izgulok, remegek. Sajnos nem vettük videóra, hogy megtaláltuk, mert annyira izgultunk, hogy de nagy öröm volt. Nagyon szépen köszönjük. Nem tudom, ti hogy gondoljátok, de a másik párnak is megmutattuk az üzenetet, hol lehet veletek találkozni, mert valahol azért itt így volt ez igazságos, mert tényleg csak pár méteren múlt az egész, igen. De izgatottan várjuk a találkozást, nagyon szépen köszönjük. Sziasztok! Everything will be right when we